A városban folyamatosan zajlanak a fejlesztések. Több megvalósult beruházásról adtunk hírt az elmúlt napokban. A jelenleg folyó építőmunkákkal kapcsolatban beszélgetünk Szepesi Tibor önkormányzati képviselővel. Mai vendégünk Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm szépen a meghívást. Több beruházás van folyamatban Karcagon, melyek ezek? Így van, nagyon sok a végéhez közeledik, nagyon sok most kezdődött, és nagyon sok nagyjából a felénél tart. Én ebből mindenképpen kiemelnék hármat. Az egyik a Kovács Mihály tagiskolának az épülete, hiszen tegnap bizottságülésen a tankerület igazgatója is beszámolt arról, hogy nagy részt a visszapakolásban gondolkodnak már, tehát október hónap elején, közepén, vége fele, attól függ, hogy végeznek a visszaköltözéssel, birtokba vehető majd az épület, aminek természetesen nagyon örül a tankerület, a pedagógusok, a gyermekek, szülők. Én azt gondolom, hogy egy csodálatos iskola került felújításra, megújításra, sőt azt mondom, hogy egy vadonatúj iskolába költözhetnek majd be a gyerekek. És reméljük, azért zárójelben megjegyzem, hogy a hagyományos tanítási formában költözhetnek vissza, és folytathatják majd a tanulást, oktatást. Másik két fontos beruházás a piac térnek a megújulása, hiszen egy fedett piac tér kerül kialakításra. Már a médiában nagyon sokszor lehetett látni a fényképeket, folyamatosan, ahogy épül, szépül a környék, és lehetett látni azokat a terveket is, hogy hogyan fog majd kinézni. Én azt gondolom, hogy egy méltó piaca lesz Karcagnak, hiszen fedett, árusítóhely, parkosítva, nagyon sok zöld felülettel, fákkal, és hát természetesen a parkolási problémákat is meg kell majd oldani, nyilván itt a piac környékén. Én azt gondolom, hogy erre is megvannak már a megfelelő tervek, és hozzá fogunk kezdeni ahhoz, hogy a parkolás is meg legyen oldva. És hát nyilván ezzel együtt a harmadik nagyon fontos az a toronyház környéki járdának a megújítása, ami azt gondolom, hogy nem is elsősorban nyilván szép lesz, és jó lesz, és használható lesz a maga a járda is, de ami nagyon fontos az, hogy a mellette lévő járda és az úttest közötti parkoló rész teljesen megújul. Újjá lett tervezve, nagyobb lesz maga a parkolási lehetőség, tehát nem kell attól tartani a gépjárművezetőknek, hogy felakad a kocsi orra, hiszen lejjebb lesz a szegélykő, szépen ki lesz alakítva, be lehet állni ebbe a parkolóba, ami azt jelenti, hogy egyrészt a parkolás, a beállás, kiállás, illetve a ott parkoló gépjárműveknek a száma is növekedhet ezáltal, hiszen szépen rendben lehet majd ezen a területen parkolni. Én azt gondolom, hogy ezekkel a beruházásokkal, a piaccal, a járda felújítás befejezésével a főtér egy igazán impozáns és szép tér maradt, lesz, és hát természetesen várjuk a turistákat, hiszen a legfontosabb cél természetesen az, amellett, hogy a karcagiakat kiszolgáljuk, hogy minél több látogatót ide tudjunk csalni Karcagra, akik aztán jól érzik magukat, viszik a város hírét, és egyre többen jönnek majd remélhetőleg. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen.